Elmezbe öltözött gyerkőcök izgatottan várták a koncertet. Most a Kodály Központ földszinti nézőterén a Halloween tököt szimbolizáló sárga színű babzsákokon ülhették végig a halloweeni koncertet. Harmadik évad óta zajlik a Fantasztikus Klasszikusok sorozat a Pannon Filharmonikusok rendezésében. Ennek Horváth Krisztián karnagy zongora művész zeneszerző a házigazdája, a szómestere. A Halloween jegyében a fantasztikus filmzenék elnevezést kapta az este. Nem csak arról van szó, hogy itt a zenéket eljátsszák a zenészek, mint egy normál koncerten, hanem van azért egy kicsi magyarázat is ezekhez a zenedarabokhoz, mint egy hidat képezve a klasszikus zene, vagy a komoly zene, és a fiatal hallgatóság között, akik ugyebár még sulisok, általában inkább általános iskolások, de azért néhány középiskolás is előfordul, és nekem pedagógusként is az a feladatom, úgy egyébként a civil életben is, hogy ezt a hitat felépítsem, és építgessem, és karban tartsam, és hát ez itt aztán egy különleges alkalom arra, hogy mindezt élő zenével ugye meg tudjuk tenni. Ismeretterjesztés, poénok, hangszerbemutató és motiváció a gyerekek zenehallgatásához, illetve azért, hogy a gyerekek tanuljanak zenét. Az is a feladatom, hogy ezeket a műsorokat én összeállítsam, és hát a mai koncert ugye már a Halloween jegyében zajlik, pont ezért van ez a maskara is, illetve itt az egész Kodály Központ most fel van díszítve fényekkel, itt biztos nem lehet hallani, de ilyen ijesztő, atmoszférikus zene megy, és ezzel várjuk a fiatal közönséget, reméljük, hogy nem lesz túl ijesztő ez nekik, és valahogy azért erre a Halloweenra, illetve hát a magyar megfelelőire, a Mindenszentekre, Halottak napjára is szeretnénk reagálni. A klasszikus zenetörténetben pedig bőven van muzsika, ami erre megfelel, tette hozzá Horváth Krisztián. A halloweeni fantasztikus filmzenék elnevezésű estről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink.